A 95. ünnepi könyvhét keretében szervezett beszélgetést hétfőn a Vörösmarty Mihály könyvtár Pacskovszky Zsolt írófordítóval, a Móra kiadó főszerkesztőjével. A beszélgetés arról zajlott, a gyermekeket ki vagy mi befolyásolja abban, hogy milyen olvasnivalót, könyvet választanak maguknak. Pacskovszky Zsolt úgy véli, a fiatalok is szeretnek olvasni, csak az új generációk esetében átalakult az olvasási kultúra. Az semmiképp nem igaz, hogy a kamaszok nem olvasnak. Tehát azt látom, hogy másképp olvasnak mindenfélét, és így is összeszedegetnek mindenféle információkat. Tehát inkább az a kérdés, hogy ezek az elhivatott emberek, akikről beszéltem, mennyire tudnak lépést tartani ezzel. Mit lehet kitalálni, hogy megnyerjük a mai kicsiket, nagyobbakat? Az eseményen szó volt arról is, hogy a kicsikre sokszor ráerőltetik a szülők az akaratukat, és nem azt olvashatják, ami valóban felkelti az érdeklődésüket. De szó esett a különböző országokban lévő gyerekek érdeklődéséről is, hiszen a főszerkesztő tapasztalatai azt mutatják, hogy az a könyv, ami Magyarországon nem lesz sikeres, az nem biztos, hogy máshol sem lesz az. A legjobb példa erre saját könyve a Szutyok, ami hazánkkal szemben Franciaországban befutott. A beszélgetés moderátora Bokros Judit Penna Régia díjas újságíró volt. Hát a Vörösmarty Mihály könyvtár gyermekrészlegén dolgozva itt a kollégákkal azt gondoltuk, hogy érdekes lenne nyilván egy ilyen régi módra visszatekintő MD kortárs irodalmat is adó az olvasók elé táró kiadónak a vezetőjével beszélgetni, mint például mint a Móra kiadó. És szerkesztőre gondoltunk, és aztán már szóba került főszerkesztő is, és akkor így Pacskovszky Zsolt személyét kaptuk meg. Az ünnepi könyvhét keretében még számos színes programmal várják az érdeklődőket június 20-áig. Pénteken például Dániel Kuflik címmel fog foglalkozást tartani, szombaton pedig a Sebő Együttes Záróakkord című előadására is ellátogathatnak a költészet és irodalom szerelmesei.